Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új pihenőpark Szekszárdon, Újvárosban valósult meg a fejlesztés. Utcarekonstrukciókról döntöttek Bátaszéken, több mint 250 millió forintra pályáznak. Soha nem látott forrás lehetőségek nyílnak meg a gazdák előtt, agrárfórumot tartottak Tamásiban. Vakvezető kutyák világnapja, sokkal több segítő állatra lenne szükség. Új közösségi teret alakítottak ki Szekszárdon. Az apró pihenőpark az újvárosi városrészben a templom előtt található. A beruházáshoz az önkormányzat pályázati forrást is igénybe tudott venni. Pihenőpadok, rendezett gyepszőnyeg és a környezetbe illő faborítású szemetes ládák kerültek az újvárosi templom előtti térre Szekszárdon. Az apró parkot most alakították ki, a beruházásnak köszönhetően nem csak a környéken élők pihenhetnek itt rendezett körülmények között, hanem azok is, akik busszal északfelől közelítik meg a Tolnai megye székhelyet. Örülünk annak, hogy itt a projekt kapcsán több mindent sikerült megvalósítani a projekten felül, mert itt szemben van az a mozgáskorlátozott rész az új felújított járdával, és amit meg kell említenem itt a Rákóczi utcának a jobb oldalán, itt teljes egészében a térköves járda elkészült, ami most már teljesen biztonságosan közlekedhetővé tette itt a környéket. Nemrégen a templom mögötti téren is felújítás zajlott, ott civilek fogtak össze és tették rendbe a már kopott padokat. Szekszárd alpolgármestere azt kéri, hogy azok, akik erre járnak, vigyázzanak a környezetre, hogy a beruházást minél tovább élvezhessék a helyiek és a településre érkezők. A területre kiemelt figyelmet fordítanak majd az önkormányzat munkatársai is. Természetesen figyelemmel fogjuk kísérni, ha már megszűnik ez a csapadékos időszak, akkor a megfelelő öntözéssel a megfelelő minőségű gyepszőnyeget tudjuk biztosítani. Az újvárosi részen az elmúlt időszakban több kisebb, de látványos beruházás is zajlott. Néhány nappal ezelőtt készült el például az út melletti térkövezett több száz méter hosszú járdaszakasz. 1384 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.901.017 főre nőtte a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.201 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek már csak 50.521-en vannak. 1427 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében nem találtak újabb fertőzöttet csütörtökön. Az országnak ezen a részén 41.110 megbetegedést regisztráltak a járvány kezdete óta. Civil szervezetek támogatásáról és a TOP Plus pályázati lehetőségeinek kihasználásáról esett szó az áprilisi képviselőtestületi ülésen Bátaszéken. A belterületi utak fejlesztésére több mint 250 millió forintos támogatási igényt nyújt be az önkormányzat. 2,5 millió forintos támogatást osztott fel a bátaszéki képviselőtestület a település civil szervezetei között. A minden fél évben odaítélt támogatást szinte minden pályázó megkapta. 2 millió 375 ezer forint került felosztásra a 2,5 millió forintos keretből. Reméljük, hogy a második fél évben is tudunk majd megfelelő forrásokat biztosítani, és esetleg ki tudjuk írni majd a második fél évvel is a civil szervezetek számára egy támogatásszerzési lehetőséget. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy a TOP Plusz keretein belül a belterületi utak fejlesztésére is nyújtanának be pályázatot. Három tanulmányt hagytak jóvá az ülésen. Az egyik megalapozó tanulmány a Bezerédi utca teljes felújítását tartalmazta és tartalmazza. Ez lesz az egyik pályázatunk. A másik meg az alapozó tanulmány az az Olimpia Orbán utcának a felújítását tartalmazza. Ez a két pályázat gyakorlatilag a helyi tömegközlekedés szempontjából kiemelt útszakasznak minősül. A tervek szerint kiszélesítik és stabilizálják is majd ezeket az utakat, hogy korszerűbb és biztonságosabb közlekedési körülményeket tudjanak teremteni a városban. A beruházásokra összesen 250-280 millió forintos támogatásra pályázik Bátaszék városa. A mezőgazdászoknak Tamásiban tartott szakmai fórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csütörtökön.
A témák között szerepelt az uniós közös agrárpolitika reformja is, és a 2023-tól érvénybe lépő stratégiai kiemelt támogatási rendszerről is beszélt Viski József, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. Hangsúlyozta, hogy eddig nem látott forrás lehetőségek nyílnak majd meg a magyar gazdák előtt. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke pedig a közelgő kamarai választásokra hívta fel a megjelentek figyelmét. Tamásiban Porga Ferenc a város polgármestere köszöntötte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai fórumán megjelenteket. Viski József, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az eseményen rávilágított, hogy ahogy az elmúlt egy évben most is 1500 milliárd forint forráskihelyezés történt, a magyar gazdáknak pedig a 2023-27-es időszakra szóló közös agrárpolitika életbe lépéséig kiemelt támogatást biztosítanak. Az uniós pénz, amit az Európai Unió az egyes tagállamoknak ad, az csökken. És Magyarország ezt úgy próbálta kompenzálni, hogy azt a kötelezően nyújtandó társfinanszírozási összeget, amit minden tagállamnak mellé kell rakni az uniós hozzájárulásnak, Magyarország a maximális szintre emelte 80%-ra, egyébként egyelőre egyedülálló módon az Európai Unióban, és így elmondható, hogy egy körülbelül 4300 milliárd forintnyi forrás fog rendelkezésre állni ebbe a 7 éves időszakba, illetve annak az első két évében, amit most átmeneti időszaknak hívunk, 1500 milliárd forint. A gazdáknak szóló szakmai fórumon vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke, a közelgő kamarai választásokra hívta fel a megjelentek figyelmét, melyre 5 évente kerül sor. Május 20-án 12 helyszínen várják a gazdákat, amelyről már e-mailben és postai úton is megkapták a tájékoztatást. A másik nagy feladat a gazdálkodóknak jelenleg az egységes kérelmek beadása. Ezek során 2022-ben 43 támogatási jogcímre intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, melynek benyújtási határideje május 16-a. Körülbelül egy 5000 kérelmet várunk megyei szinten, aminek a 75%-át fogják beadni falugazdás segítségével, ez körülbelül a 3500 darab kérelmet jelent. A magyar kormány elkötelezetten épít az agráriumra, legfőbb céljuk a vidéki gazdaság és foglalkoztatás, és a hazai élelmiszertermelés megerősítése. Újabb 3,9%-os nyugdíjemelés lesz július 1-től. Az érintettek januárig visszamenőleg megkapják az összeget, mondta Orbán Viktor Facebookon közzétett videójában, amiben aláírta az erre vonatkozó rendeletet. Elmondta, a szomszédországban zajló háború miatt egész Európában emelkednek az árak és nő az infláció, ettől szeretné a kormány megóvni a magyar nyugdíjasokat. Ez akkor lehetséges, hogyha a nyugdíjakat is megemeljük, július 1-ével visszamenőlegesen is megemeljük a nyugdíjakat, így az egész évben, a 22-es évben a nyugdíjemelés mértéke 8,9% lesz. Április 27-én tartották idén a vakvezető kutyák napját. Ez alkalomból pénteken Szekszárdon érzékenyítő előadást szervezett a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesülete. Az országnak ezen a részén 1400 látássérültet tartanak nyilván, közülük mindössze 6-an tudnak segítő ebben élni. Alapkövetelmény a kiegyensúlyozott idegrendszer, a szociális érzék az ember irányába és a taníthatóság. Egy vakvezető kutya nem ijedhet meg váratlan helyzetektől. Rövid videóval mutatja be a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, miként zajlik egy segítő kutya kiképzése. A folyamat hosszú és nehézkes. A vakvezető kutyák világnapját április 27-én tartották, hogy felhívják a figyelmet arra a kemény munkára, amit ezek a segítők nyújtanak a gazdáik számára. Bálványosi Zoltán 12 éve kapta meg az első kutyáját. A férfi most az élményeiről beszélt, azt mondja, az elmúlt évtizedben sokat változott a hazai hozzáállás az ilyen állatokhoz pozitív értelemben. Akár buszon, akár bármilyen tömegközlekedési eszközön, ellenőr, vagy sofőr, vagy kalauz, vagy az üzletekben eladók nem néznek, felveszem már a kutyára. Ide haza közel 80 ezer gyengénlátót és vakot tartanak nyilván, és jelenleg mindössze közülük 200-an tudnak segítő kutyával élni. A kiképzés ugyanis nagyjából 3 évig tart, és főként közadakozásból finanszírozzák. Tolna megyében 1400 tagja van a legnagyobb érdekvédelmi egyesületnek. Volt 15 kutya is a megyébe, és aktívan közlekedtek, dolgoztak.
ők is jelen voltak. Most jelenleg a megyében 6 kutya közlekedik. Magyarországon 1979 óta folyik vakvezető kutya kiképzés. Eddig mintegy 800 állatot sikerült így felnevelni. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak, amely során 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az írásbeli vizsgákat május 2 és 23-a között rendezik meg, az érettségiket a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Lebonyolításukban 3185 érettségi vizsga biztos működik közre. Tudották azt is, hogy az idei vizsgaidőszakban mintegy 73.000 végzős középiskolás érettségizik. Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb. A végzős tanulók 342.926 ilyen vizsgát tesznek majd. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők csaknem 10.000 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek. Az előrehozott vizsgák száma 30.478. A szintemelő vizsgáké 13.952, a pótló és javító vizsgáké pedig együttesen 2.255. Az érettségik alatt minden vizsga helyszínen megfelelő mennyiségű készfertőtlenítőt kell biztosítani, a maszk viselése javasolt, de nem kötelező. Az intézményekbe az iskolák helyi szabályai szerint léphetnek be a vizsgázók. Idén is megtartja éves virágvásárát Szekszárd megyei jogú várospolgármesteri hivatala. A megyeszékhelyen állandó lakcímmel rendelkezők kedvezményes áron 120 forintért juthatnak hozzá a különböző növényekhez. Nem csak virágokat, cserjéket is lehet igényelni közterületi, illetve előkerti kiültetésre, valamint épülethomlokzati díszítésre. A növényeket 2022. május 10-én és 11-én 7-től 17 óráig lehet beszerezni a Páskum utca 5-ös szám alatt, ami a volt Kaminusz telephely. Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy gondozott kertjeikről, kiültetéseikről készített fotóikat juttassák el a városi kertészethez postai úton, vagy a kac.zoltánnékukat@szekszard.hu e-mail címre. Második ülését tartotta a Szekszárdi Klímaplatform. A város elkötelezett az éghajlatváltozás okozta problémák mérséklésében. A megfelelő intézkedések nélkül a globális felmelegedés következményei Szekszárd élhetőségét is befolyásolják. A Klímaplatform legfőbb feladata, hogy támogassa a 2021. novemberében elfogadott Szekszárdi Klímastratégia megvalósítását. Zajlik a fenntartható városfejlesztési stratégia készítése, aminek szerves részét képezi a zöld és digitális átállás menetrend. Ez meghatározza a megyeszékhely rendszer szintű átállását az említett két területen. Döbrente Katalin, fenntarthatósági szakértő szerint fontos, hogy a klímastratégiában együttműködő partnerek összedolgozzanak, hiszen csak együtt érhetőek el a kitűzött célok. Egyrészt a klímastratégiában megfogalmazott intézkedéseket, azokat meg is kell valósítani, projektesíteni kell, finanszírozást kell hozzárendelni, a megfelelő érintetteknek az együttműködését kell biztosítani, és a karbonkibocsátás csökkentése az csak az összes szektornak, lakossági, önkormányzati, vállalkozói közszférának az együttműködésével valósítható meg. Hozzátette, a zöld és digitális átállás folyamatához tartozik a karbonkibocsátás mérséklése, fák ültetése és a városi hulladékok szelektálva történő gyűjtése. A folyamatos szemléletformálás és együttműködése az nagyon fontos, ezért a workshopok között a lakosságot is megszólítottuk, illetve a Klímaplatform is keresi azokat a lehetőségeket, hogy a lakossági bevonás egyrészt a civil szervezeteken keresztül, de közvetlenül az önkormányzat oldaláról is megtörténjen. A Klímaplatform nyitott a helyi szervezetek, lakosok, vállalkozások, oktatási intézmények számára, akik fontosnak tartják a klímatudatos működést, és szeretnének részt venni a város klímastratégiájának megvalósításában. Április 29-én ünnepeljük a Táncvilágnapját. Az UNESCO szakbizottság a Táncvilágnapjával arra kívánta ösztönözni a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek ennek a mozgásformának az oktatási rendszerben, az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig. Ez a nap arra is alkalmas, hogy az emberek találkozzanak számukra ismeretlen vagy kevésbé ismert műfajokkal és produkciókkal. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót.
Marad az árstopp, megkérdeztük a járókelőket, mi a véleményük az intézkedésről. 23 ezer baleset, amelyből 80 halálos, a munkabalesetek áldozataira emlékeztek Baranyában. Autós szerenát Pécsen, járműveikkel vonulva búcsúztak az iskolájuktól a végzős szakmunkások. Két hónappal tovább érvényes az egyes alapvető élelmiszerek és üzemanyagok esetében alkalmazandó árstopp döntött a kormány a szerdai ülésén. A tej, a cukor és a liszt árát is az októberi szinten tartják. A 95-ös benzin és a gázolaj ára egységesen 480 forint marad. Stábunk a járókelők véleményére volt kíváncsi. Július 1-ig hosszabbította meg az élelmiszerár stoppot a magyar kormány, ezt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon jelentette be. A lépés várható volt az élelmiszerpiacon érzékelhető áremelkedések miatt. Megkérdeztük a Pécset élőket, hogy mi a véleményük az intézkedésről. Szeretnénk, ha még egy jó darabig ez megmaradna, mert most ez segítség ez a két hónap, de ennél tovább egy kicsit jó volna, akár augusztusig vagy szeptemberig, mert ez az áremelkedés, ez hiába van megemelve a fizetés, ez arra elég, hogy bevásárolok 5000 forint, és nem ad egy forintom se. Nekem az a véleményem, hogy eddig bevárt, hogy ezután is majd, ugye most ezzel a körülményekkel, hogy mennyire, azt nem tudom pontosan, de egyelőre biztos, hogy jó. Nagyon sokat számít nyugdíjasoknak, meg különösen, de mindenkinek. Egy nagyon jó ötlet volt szerintem. És mit gondol, hogy mi lesz akkor, hogyha vége lesz? Hát akkor bizony nagyon meg kell fognia, hogy mit vásárolunk. Mert nem mindegy, hogy mit veszek, vagy mennyiért veszem meg. A kormány döntés értelmében az üzemanyag árára is vonatkozik az ársapka, egyelőre marad a 480 forintos árszint. Hát szerintem ez egy jó döntés volt, mert így is elég magasak az árak, úgyhogy a fizetések meg nem emelkednek úgy, hogy jó. És mire számít, hogyha ennek vége lesz, akkor milyen magasságban megy fel a benzinára? Hát szerintem 700 forint körülire. És ez mennyire tartható mondjuk egy családnál? Hát Magyarországon sem mennyire. A vélemények tehát egyértelműek, mindenki pénztárcáját érinti a döntés. Mintegy 23 ezer munkabaleset történik évente Magyarországon, a bejelentett esetek közül pedig átlagosan 80-an vesztik életüket. Ezeket a meghökkentő számokat ismertette a Pécsi Foglalkoztatás Egészségügyi Központ vezető főorvosa a munkabalesetek áldozataira emlékezve. Dr. Tibold Antal elmondta, hogy a legtöbb szerencsétlenség a gép, illetve feldolgozóiparban történik, ám a halálos kimenetelű esetek többnyire az építőiparban fordulnak elő. Az adatok ugyan 2020-ban csökkenést mutattak, de a pillanatnyi javulást a koronavírus miatti korlátozások okozták, mondta a szakember. Koszorúkkal emlékeztek a munkabalesetek áldozataira Pécsen. Az ezt követő találkozón pedig különböző adatokat is megismerhettek a résztvevők, melyek a munkavégzéshez kötődnek. A konferencián a Foglalkozás Egészségügyi Központ vezető főorvosa ismertette a sokszor meglepő számadatokat. Dr. Tibold Antal elmondta, hogy évente 22-23 ezer baleset történik országszerte, és körülbelül 80 fő veszti életét munkavégzés közben. A 2020-as évben azonban megváltoztak a számok, 10 000-rel kevesebb baleset és fele annyi halálos eset történt. Sajnos a trendek azt mutatják, hogy nem arról van szó, hogy nekiálltunk hirtelen jobban dolgozni, hanem ez igazából a Covid-nak egy mondhatni üdvös következménye, hiszen amikor leállt az ország, ugye a nagy lezárásokra, a karanténra mindenki emlékszik, akkor gyakorlatilag azok a szektorok sem dolgoztak, ahonnan a munkabalesetek többsége kikerül. A legtöbb baleset egyébként a gép, illetve a feldolgozóiparban történik. Ez a helyi sajátosságok és a különböző munkabiztonsági okok miatt fordul elő többször ezeken a területeken, mondja a szakember. De a legtöbb halálos baleset az évről évre az építőiparban történik. Gondolom ezt nem kell magyarázni, azért elég sokan, akik esetleg már építkeztünk, azok tudjuk, hogy ott azért elég sok baleset veszélyes tevékenység, gödrök ásása, betonozás, anyagmozgatás, állványon való munkavégzés történik. A jelen törvényi szabályozás, az intézményrendszer, valamint a magyar hozzáállás a jogszabályokhoz és törvényekhez eredményezik ezeket a számokat, véli a vezető főorvos. Emellett pedig az is megállapítható, hogy a kisebb vállalkozásoknál jóval magasabb például a halálos balesetek aránya, míg az 500 vagy több főt foglalkoztatóknál szinte elenyésző a súlyos esetek száma. Különleges felvonulással búcsúztak a végzősök a pécsi Angster József szakképzőiskolában. Éneklés helyett autóikkal szerenádoztak az intézmény tanműhelyétől indulva a Baranyai megyeszékhelyen.
Az autószerenád elnevezésű eseményt a pandémia miatt nem tartották meg az elmúlt két évben. Most 45 járművel indultak el az autóipari szakmákban végzős tanulók, hogy emlékezetessé tegyék a búcsút iskolájuktól. Gyülekeznek az autók a pécsi Angster József szakképző iskola tanműhelyénél csütörtök délután. Egy különleges felvonulást szerveztek a végzősök és tanáraik. Ez egy nagyon szép búcsú a tanároktól, ez a 4 év, amit itt tölthettünk. És sajnos ez az előző pár évben nem valósulhatott meg ugye a Covid helyzet miatt, de most végre az idő is engedi, és a helyzet is adott, hogy ezt a remek szerenádot megtartsuk a városban. Autószerenád, ez az esemény teljes elnevezése. Ez egy olyan rendezvény, amit már 17-18-19-ben is megrendeztünk. A gyerekek ugye manapság nem szeretnek nagyon szerenádozni, de mivel ilyen autós profilunk van, ezért úgy gondoltuk, hogy szeretnének fölvonulni a városba, és hát annyira jól sikerült az első, hogy hát már az autókat vissza kell mondjuk, annyian jelentkeztek. Az autószerenád igazi különlegesség, egy olyan búcsú az iskolától, amire szívesen emlékeznek majd vissza az itt végzettek, mondja az igazgató. Akár országos szinten is szinte egyedülálló rendezvény. A gyerekeknek nagyon tetszik, és nagyon örülnek természetesen nem csak az autószakmában résztvevők, hanem egyéb más szakmában végzett diákok is ezt nagy örömmel veszik, és hát mint ahogy itt a külső ábra is mutatja, ugye mindenki örömmel vesz részt, és már készültek erre a diákok. Igazi különlegességekkel érkeztek a résztvevők. Robur, ami személyszállításra alakítottak át, 1002-es Zsiguli rendőrautó, Verolex, vagy éppen Trabant Cabrio. Ilyen különleges retro járművek is helyet kaptak a sorban a modernebb autók között. Rendőri felvezetéssel indult el a kocsisor a pécsi belvárosba, majd jöttek vissza a tanműhelyhez. Eredetileg 37 autóval neveztek a szerenádra, végül 45 jármű érkezett a felvonulásra. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Új pihenőpark Szekszárdon, Újvárosban valósult meg a fejlesztés. Utcarekonstrukciókról döntöttek Bátaszéken, több mint 250 millió forintra pályáznak. Soha nem látott forrás lehetőségek nyílnak meg a gazdák előtt, agrárfórumot tartottak Tamásiban. Vakvezető kutyák világnapja, sokkal több segítő állatra lenne szükség. Szombaton is alapvetően napos idő lesz, néhol gomoly felhőkkel, de csapadék nem valószínű. Általában gyenge vagy mérsékelt keleties légmozgás lesz jellemző. Vasárnaptól szerdáig egyre füllettebbre fordul időjárásunk, és ezzel együtt labilissá is válik a légköri helyzet. Átmeneti napos időszakokat erős gomoly felhősödések követnek, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!